Köszöntöm Önöket, ez a Panna Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Január 21-e van Ágnes névnapja, műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei címszavakban. 1400 eurós átlagfizetést ígért 2027 végére a szerb államfő. Előzetes letartóztatásban a csecsemő halál és szülészeti erőszak ügyében érintett orvos. Folytatódnak a fejlesztések Horgoson. Megkezdődött a Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat. ...1400 eurós átlagfizetést ígért 2027 végére a szerb államfő. Alekszandár Vučić tegnap este részletesen beszámolt arról, milyen ütemű bérfejlesztést tervez az ország, és azt is elárulta, Belgrád mellett mely városokban lehet majd a legjobban keresni. De mennyi is valójában az 1400 euró, mire elég és mennyire versenyképes Európában vagy a régióban? Ennek jártunk utána. 86.738 dinár, vagyis nagyjából 740 euró volt a nettó szerbiai átlagbér tavaly októberben. Ez a legfrissebb adat, ami jelenleg elérhető a köztársasági statisztikai hivatal oldalán. Ezt az összeget, vagyis a 740 eurót kellene a következő 4 évben közel a duplájára növelni ahhoz, hogy beteljesüljön az államfő ígérete, és 1400 euró legyen az átlagbér. A megvalósítás első lépése, hogy januártól emelkedett a minimálbér, ami most 47.154 dinár. Innen számolt tovább Vučić. Očekujemo u decembru da bude 958 evra. 2025. prosečna plata u Republici Srbiji prvi put će preći 1000 evra. Ja mislim da je to veliki uspeh po sebi. 1056 evra će biti na nivou Republike Srbije, ne na nivou Beograda ili Novog Sada. Naš je cilj da uz sve ovo o čemu sam govorio dostignemo prosečnu platu u decembru 2027. godine za Republiku Srbiju, dakle računajući one nerazvijene delove, što znači da bi u Beogradu i Novom Sadu ili Boru išla značajno preko 1800 evra, približila se 2000 evra prosečna plata, dakle za samo 4 godine prosečna plata u Republici Srbiji 1400 evra. A terv megvalósításához Vučić a magánszektor segítségét kérte. Pozvao bih privatni sektor da nam pomogne. Uzeo čovjek hotel Slaviju, rekao je, završit ću ga za 3 godine do Expo. Javni tender, platio, uzeo, molim vas, hvala vam na tome, pomozite svoje zemlji. Pomozite svoje zemlji, bez privatnika ne možemo ništa da uradimo. A realitás azonban egyelőre még messze van az 1400 eurótól. Hogyan él a 740 eurós átlagfizetésből, jut megtakarításra is? Tette fel a kérdést szombat este Facebook oldalán az Effektíva Fogyasztóvédelmi Egyesület. A felvetésre néhány óra alatt nagyjából 200 hozzászólás érkezett, melyekből kiderült, sokaknak még a 740 eurós átlagbér is távoli álom. Nem véletlenül találták ki a közgazdászok a mediális vagy mediánbér fogalmát. Ezt úgy határozzák meg, hogy a fizetéseket sorba rendezik, és a középre első érték lesz a medián. Ennél a dolgozók fele többet, fele kevesebbet keres. Szerbiában pedig rendszeresen azt tapasztalhatjuk, hogy a mediánbér jóval az átlag alatt marad. Az októberi statisztika szerint például 67 ezer dinár volt, 20 ezerrel kevesebb az átlagnál. De hol tart Szerbia más európai országokhoz képest? A térkép az országonként elérhető legfrissebb adatokat mutatja. Látható, hogy Szerbia a régióban és Kelet-Európához képest is jól szerepel. A 740 eurós átlagbér is beelőzi Boszniát, Montenegrót, Albániát, Észak-Macedóniát, de Törökországot is. Amennyiben az év végére sikerülne megközelíteni az 1000 eurót, az már egyes uniós országokat is verne, és nagyjából megközelíteni a mostani közép-európai, például magyarországi vagy szlovákiai fizetéseket. Persze vannak olyan összegek is a térképen, melyek Vučić 2027-re prognosztizált átlagától is fényévekre vannak.
Svájcban például már most is átlagosan 5,500 eurót visznek haza havonta az emberek. Holnap tartják Skopjében a Nyugat-Balkán és az EU elnevezésű találkozót, valamint a régió vezetőinek megbeszélését. A házigazda az észak-macedón miniszterelnök Dimitar Kovácsevszki. Először egy panelbeszélgetést tartanak, amelyen az észak-macedón kormányfőn kívül részt vesz Szerbia elnöke, továbbá Montenegro, Albánia és Pristina miniszterelnöke. Az uniós képviselőkkel tárgyalnak majd a Nyugat-Balkán növekedési tervéről is, amelyet az Európai Bizottság tavaly novemberben ismertetett. A terv szerint a térség országai 6 milliárd euró visszanemtérítendő támogatást és hitelt kapnak abból a célból, hogy felgyorsulhasson a közeledésük, mind szociális, mind pedig gazdasági értelemben is az Európai Unióhoz. A találkozót nagy sajtóérdeklődés övezi, 100 újságírói csapat akkreditálta magát. A nyugat-balkáni országok vezetői a tervek szerint 12 óra 15 perckor nyilatkoznak a sajtóképviselőinek. Előzetes letartóztatásba helyezték a mitravicai csecsemő halál és szülészeti erőszak ügyében érintett orvost. Az eset, melyről korábban mi is beszámoltunk, január 12-én történt, amikor a helyi kórház szülészetén közvetlenül a szülést követően elhunyt egy újszülött. Az édesanyja elmondása szerint egészséges terhességen volt túl. A szülés alkalmával a csecsemőnél légzés problémák merültek fel, és megállt a szíve. A nyilvánossághoz forduló Marica Mihajlovics azt állítja, a szülés során az orvos bántalmazóan viselkedett vele, és többször is megütötte, amikor kérlelte, hogy tegyen meg mindent babája megmentése érdekében. A felsőgyészség rendelete értelmében a rendőrség néhány napja őrizetbe vette a szülészeti erőszakkal megvádolt orvost, most pedig előzetes letartóztatásáról is döntöttek. Az ügy napvilágra kerülése óta egyébként több édesanyja is jelentkezett a rendőrségnél hasonló tapasztalatokkal. Tegnap pedig tüntetést is tartottak Mitrovicán a szülészeti erőszak ellen, védjük meg az anyukákat és a kisbabákat mottóval. Egy titkos alagutat találtak az izraeli védelmi erők Khan Yunisban. Az információk szerint a Hamász ott embertelen körülmények között tartotta a túszokat. Közben egyre többen beszélnek a kétállami megoldás szükségességéről. Ez azt jelenthetné, hogy létrejöhetne egy független palesztin állam, és ezzel véget érhetne a háború. A gázai övezet déli részén az izraeli védelmi erők csapatai a közelmúltban feltártak egy alagutat, ahol a Hamász terrorcsoport izraeli túszokat tartott zord és embertelen körülmények között, közölte a hadsereg szombaton este. Az IDF szóvivője Daniel Hagari egy sajtótájékoztatón elmondta, a katonák bejáratot találtak a Hamász egyik parancsnokának otthona alatti hatalmas alagúthálózatba, a dél-gázai Khan Yunisban. Az alagutat robbanóanyagokkal és robbanó ajtókkal szerelték fel, amelyek célja a terroristák védelme és a túszok megtalálásának megakadályozása volt, mondta Hagari. Miután egy kilométert sétáltak az alagútban, körülbelül 20 méter mélyen a föld alatt, a katonák találtak egy központi kamrát, ahol a Gázából hazatért túszok tanúvállomásai szerint idejük nagy részét töltötték, tette hozzá a szóvivő. A csapatok megérkezésekor nem találtak túszokat az alagútban. Közben Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök megismételte, hogy ellenzi a független palesztin állam létrehozását, és kijelentette, hogy országa teljes ellenőrzést akar a palesztin területek felett. A kormányfő ezzel visszautasította Joe Biden amerikai elnök álláspontját a kérdésben. Nem fogok kompromisszumot kötni, tette hozzá Netanyahu. Biden ezt megelőzően pénteken azt mondta, beszélt az izraeli miniszterelnökkel a független palesztin állam létrehozásának lehetséges megoldásairól. Az izraeli miniszterelnöki hivatal közleményében azonban kijelentette, hogy Netanyahu azt mondta Bidennek, hogy a Hamász megsemmisítése után Izraelnek meg kell őriznie a biztonsági ellenőrzést Gáza felett, annak biztosítása érdekében, hogy a terület többé ne jelentsen veszélyt Izraelre. Közben António Guterres ENSZ főtitkár is kiállt a kétállami megoldás mellett. Vasárnap kijelentette, hogy a palesztin nép államisághoz való jogának megtagadása elfogadhatatlan.
Úgy tűnik, Brüsszel is a kétállami megoldást szorgalmazza. Az EU kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője pénteki beszédében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi konfliktus megoldásához szükség van egy palesztin állam létrehozására. Josep Borrell szerint az egyetlen megoldás az, hogy két államot hozunk létre, amelyek osztoznak azon a földön, amelyet 100 éve halnak, idézte Borrellt a Politico. Putyin terve szerint fog folytatódni a háború, Zelenszky tanácsadója szerint. Az ukrán elnök egy interjúban üzent Donald Trumpnak és beszélt a nyugati politikusokkal tartott találkozóiról. Utalt arra, hogy az ígéretekhez képest nem tartja elégségesnek a tényleges segítséget. Közben kiszivárgott a hír, miszerint hamarosan Észak-Koreába látogathat Vlagyimir Putyin orosz elnök. Mihajló Podolják ukrán elnöki tanácsadó a Bild című német lapnak adott interjújában arról beszélt, hogy a harcok jelenlegi állása miatt Ukrajnának több fegyverre van szüksége a szövetségesektől. Podolják arról is beszélt, nézete szerint a háború Vlagyimir Putyin orosz elnök terve szerint fog folytatódni, vagyis addig, amíg el nem foglalja Ukrajna teljes területét, amíg dominánssá nem válik Európában, amíg meg nem hódít más posztszovjet területeket is. Volodymyr Zelenszky közben arról beszélt, hogy Ukrajna legfeljebb néhány hónapig tudta volna tartani magát az Egyesült Államok és a többi nyugati ország segítsége nélkül, 2 évig semmiképpen. Ugyanakkor utalt arra, hogy az ígéretekhez képest nem tartja elégségesnek a tényleges segítséget. Zelenszky szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök soha nem akarna semmiféle békét Ukrajnával. Az ukrán államfő ugyanakkor nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy aláírna-e Putyinnal egy olyan megállapodást, amelynek alapján Ukrajna lemondana a Krímről és a Donyecki térségről. Közben napvilágot látott a hír, miszerint Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó a közeljövőben Észak-Koreába látogatni, közölte vasárnap a kelet-ázsiai ország sajtója. A beszámolók szerint Putyin megköszönte Kim Jong-un észak-koreai vezetőnek a Pjenjanba szóló meghívást, és kifejezte hajlandóságát, hogy egy korai időpontban ellátogasson az országba. A Moszkva és Pjenjan közötti kapcsolatok elmélyülését külföldön gyanakvással és aggodalommal szemlélik az ukrajnai háború hátterében. Attól tartanak, hogy Oroszország, mint katonai nagyhatalom, technikai segítséget nyújthat Észak-Korea fegyverprogramjaihoz. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Orosz gép zuhant le Afganisztánban. Djokovic fölényesen győzött Mannarino ellen. Lezuhant egy személyszállító repülőgép Afganisztánban. A Falcon 10 típusú gép az oroszországi polgári repülőgép nyilvántartásban volt bejegyezve. A repülővel szombaton este Afganisztán légterében, de a tádzsik határ közelében szakadt meg az összeköttetés, majd eltűnt a radárképernyőkről, írja az Interfax orosz hírügynökség. A gépen 6 utaztak, 4 személyzeti tag és 2 utas. A repülőgép maradványait még keresik. Fagyos idő uralja az Egyesült Államok legnagyobb részét, a szokatlanul kemény téli idő az északnyugati Montana államtól a délkeleti Floridáig érezteti hatását. A beszámolók szerint a Tennessee állambeli Memphisben olyan sok vízvezeték tört el a fagyban, hogy a nagyváros egész területén csökkent a víznyomás. A hatóságok attól tartanak, hogy a repedéseken keresztül szennyeződés kerül az ivóvíz hálózatba. Ezért a lakosokat arra kérték, forralják fel a vizet, vagy fogy a Száka város által biztosított palackozottat. Tennessee államban már mintegy 25 ember halálát kötötték a napok óta tartó ítéletidőhöz, míg országszerte 55-re növekedett a téli idő áldozatainak száma. A legnagyobb hideget az ország középnyugati területein mérték, a viharos szélben a hőérzet mínusz 26 fok volt. Az Egyesült Államok jó részét uraló fagyos idő a jövő hét első felében szűnik meg, amikor komoly enyhülést várnak, a hét közepére pedig már a januári átlagnál is magasabb hőmérsékleteket. A szennyvízhálózat fejlesztése számtalan közösségépítő program, a vasúti személyforgalom beindulása. Ezek voltak a legjelentősebb beruházások, fejlesztések a tavalyi évben Horgos vonatkozásában. A település fejlődése azonban az idén sem áll meg, több tervel is készülnek az illetékesek.
Magyarkanizsa község második legnagyobb települése Horgos folyamatosan fejlődik, a tavalyi évben pedig megvalósult a helyiek egyik régi álma, ismét van vasúti személyforgalom Szabadka és Szeged között, ennek minden előnyét pedig a horgosiak is élvezhetik. A vasút pedig nagyon szükséges volt, illetve ugye mégiscsak egy plusz lehetőséget ad utazás szempontjából, és összeköt bennünket Magyarországgal, Európával, és majd ha elkészül a Szabadka újvidék utána Szerbiába is sokkal gyorsabban el tudunk jutni, és kedvezőbb áron, mint egy autóbusszal. A tavalyi évben a helyi szennyvízhálózat fejlesztése volt az egyik legnagyobb beruházás a településen, akkor 1,5 kilométer hosszúságban épült ki. Ezt a beruházást az idei évben is folytatni szeretnék. Hát szeretnénk folytatni mindenek előtt a kanalizáció bővítését, amely reméljük, hogy meg fog valósulni a tavasztól indulva, valamint a gyalogjárdáknak a bővítése, tehát gyalogjárdák hálózatának bővítése, felújítása. Tehát ezeket nagyon szeretnénk, hogyha megvalósulna. Hát még az előzőhez hozzátenném, hogy az utcáknak martaszfalttal való feltöltése, az is megtörtént egy 15-20 utcában, és hát ezt is szeretnénk folytatni. Ami a migránsokat illeti, október vége óta a csendőrség tagjai Horgoson tartózkodnak, így a polgárok azóta kicsit fellélegezhettek. Tegnap este ünnepélyes megnyitó műsorral elkezdődött a 22. Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat, amelyet Sárközi István, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke nyitott meg. Az elkövetkező két hónapban a Bánáti faluban minden hétvégén lesznek művelődési rendezvények. A művelődési otthon előcsarnokában megnyitották Csorba Emil helyi akadémiai festőtárlatát, a színházteremben pedig felléptek a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szakosztályai, a Juhász zenekar, valamint bemutatkoztak a szegedi Ha te tudnád tánctanoda tagjai is. A megnyitó műsor megmutatta, hogy Torda továbbra is egy életképes közösség. Mi mindig vagyunk annyian, hogy meg tudjuk mutatni a többieknek is, hogy igenis képesek vagyunk, és meg is tudunk szervezni ilyen nagyszabású rendezvényt. És az, ami a számunkra fontos, hogy a Magyar Nemzeti Tanács az iréntől kiemelt regionális rendezvény nyilvánította ezt a rendezvényünket. Tehát ez bennünket még jobban ösztönöz arra, hogy kitartsunk, még jobb programokat állítsunk össze. A rendezvény megszervezésében a tordaiak újból példaértékű összefogást mutattak. Nekünk a művelődési titkárságnak meg külön kiemelt fontosságú az, hogy minden évben tudjuk támogatni az ilyen típusú rendezvényeket, hogy a hagyományőrzés megmaradjon, hogy a művelődési élet tovább folytatódjon itt Tordán és a többi ilyen típusú faluban is. És az a művelődési élet, ami már évtizedeken, évszázadokon keresztül itt megvolt, azt tovább tudjuk erősíteni. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet egyik fontos feladata a szórványközösségek művelődési rendezvényeinek támogatása. Tordára azért jó visszajárni minden évben, mert látszik, hogy egy óriási összefogás van, tehát tenni akarás azért, hogy a magyar kultúrát, a magyar hagyományokat, a magyar nyelvet ápolják, átörökítsék, látszik ez a fiatalokon is. Tehát olyan közösséget tudnak megmozgatni az oktatási intézményeken is keresztül, amely jelen pillanatban úgy érzem, hogy kulcsfontosságú. A megnyitó műsor újból megmutatta azt, hogy a magyar néptáncnak nagy hagyománya van Tordán. Nagyon jó a tánc, én nagyon szeretem, főleg az, hogy itt Tordán csak ez az egy lehetőség van. Én óvodáskorom óta nagyon szeretek táncolni, apukám is, anyukám is, testvérem is táncoltak. Továbbra is élénk munka folyik a helybeli Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben. 70 taggal rendelkezünk. Nagyon örülünk neki, tényleg nagyon örülünk neki, mert látjuk, hogy a gyerekek ezt akarják, nem csak a gyerekek, hanem a fiatalok is, ugyebár a felnőttek is, nekünk asszonykórusunk is van, és hát nagyon szépen tudunk dolgozni velük, de hogyha nem lenne ez a szeretet, ez a hagyományokhoz való ragaszkodás, akkor nem is tudnánk ezt végigcsinálni. Az ilyen rendezvények nem csak a szórakozást jelentik, hanem a falu megmaradását, a fiatalok itthontartását szolgálják. Az iskolázás, a
a mentalitást, hogy ők is tordaiak maradjanak, tordaiak legyenek, ha netánál is mennek tordáról, de maradjanak tordaiak mindig, és én szerintem, mert vannak olyanok, akik visszajárnak, most is ugye van, aki Szegedön dolgozik, de erre az alkalomra eljön, ott hagyva mindent, nem sajnálva a fáradtságot, és idejön, tehát megéri. Tordaiak vagyunk, így kell csinálni. Március végéig Tordán minden hétvégén lesznek színházi előadások, zenés esték, a testvértelepülések fellépései, lesz három torda találkozója, könyvbemutatók, kiállítások, szakelőadások, és újból felevenítik a bánáti estet, amelyen a környező magyar települések néptáncosait látják majd vendégül. A topolyai Aurora beszédművészeti műhely 20 évét bemutató emlékkönyvét mutatták be szombaton a Topolyai Művelődési Ház kiállító termében a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A Szó igaz hősei című kiadvány Vasborsodi Borbála az Aurora egykori vezetőjének emlékei gyűjteménye és feljegyzései alapján sorakoztatja fel a műhely első két évtizedének 1998-2018 közötti legemlékezetesebb pillanatait. Borbála tanárnő visszaemlékezésének köszönhetően körvonalazódik a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ műhelyében zajló sokrétű munkafolyamat. A látogatók az est folyamán megtekinthették a Molnár Gábor Olivér fényképeiből készült kiállítást is, melyet Tóth Ferenc versei ihlették, akinek beszédművészeti műhelye volt az Aurora elődje. Az esten felléptek egykori és jelenlegi aurórások, valamint a Kodály Zoltán Művelődési Központ népi énekes. A Szó igaz hőseiről szól, illetve a 20 éves Aurórában történt eseményekről. Nincs benne minden esemény, mert azt nem lehetett volna. Nincs talán minden név sem benne, akik az Aurórában voltak, mert jöttek, mentek, úgy körülbelül 50-en cserélődtek a 20 év alatt. És nagyon sok szép eredményünk volt. Azt a könyv majd elmondja, aki elolvassa, az megtudhatja majd. A magyar férfi kézilabda válogatott 29-26-ra legyőzte Horvátország csapatát az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa bajnokság középdöntőjének második fordulójában, szombaton Kölnben. Ezzel teljesítette célkitűzését, hiszen már biztosan a legjobb 10 között végez. A mezőny legjobbja Bartucz László lett, aki 16 védéssel 38%-os hatékonysággal járult hozzá a sikerhez. A magyar válogatott legutóbb az 1998-as Európa-bajnokságon tudott nyerni világversenyen a horvátok ellen. A csoportkörből 100%-os teljesítménnyel tovább jutott magyarok csütörtökön az osztráktoktól elszenvedett 30-29-es vereséggel kezdték a középdöntőt, hétfőn 20:30-tól a házigazda Németországgal, majd szerdán 18 órától az olimpiai címvédő Franciaországgal találkoznak. A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak. Novák Djokovic fölényesen győzött a francia Adrien Mannarino ellen az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, és bejutott a negyed döntőjébe. A világranglistán 19. helyezett francia játékost 3-0-ra, 6-0-6-0-6-3 arányban verte meg a világ első szerb teniszező, és ezzel 14-szer jutott az Australian Open legjobb 8 versenyzője közé. A következő ellenfele az amerikai Taylor Fritz lesz. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap kiemelt hírei címszavakban. 1400 eurós átlagfizetést ígért 2027 végére a szerb államfő. Előzetes letartóztatásban a csecsemő halál és szülészeti erőszak ügyében érintett orvos. Folytatódnak a fejlesztések Horgoson. Megkezdődött a Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt szeretnének olvasni, akkor kattintsanak a pannonrtv.com-ra. A Tehetik folytassák velünk az estét. Minden jót kívánunk, a viszontlátásra!